Ebben a videóban a Földünket kísérő egyetlen égitestről, a Holdról tudhattok meg érdekességeket. Amennyiben foglalkoztat benneteket a csillagászati földrajz témaköre, illetve a Hold morfológiai leírása, mindenképp tartsatok velem! Földünk egyetlen kísérője és az univerzum egyik legnagyobb égitestje, a 3476 km átmérőjű, 38 millió négyzetkilométer felületű és mindössze 0,7 század átlagos albedóval rendelkező, valamint az átmérőjénél 30-szor nagyobb Hold. A mellékbolygó bolygón körül ellipszis alakú pályán kering 1 km per szekundum sebességgel, mely azt jelenti, hogy pályáját 27,3 nap alatt futja be. Légköre és mágneses tere nincs, felszíni hőmérséklete 134 és mínusz 160 Celsius fok között mozog. Felülete rossz fényvisszaverő anyagokból tevődik össze, melyekből kifolyólag hiába tűnik a naphoz való közelsége miatt a napnál fényesebbnek, mégis rontja albedóját felszíni összetétele. Tengelyforgása kötött és egyenletes, amely elsősorban a Földre vonatkoztatva áll fenn, azaz felé mindig a nap által megvilágított oldalát mutatja. Pályája nem esik egybe az ekliptika síkjával, így 5 fokos szögben metszi azt, úgynevezett csomóvonalat létrehozva a két sík között. Keringési ideje az úgynevezett szinodikus keringési idő, ami annak köszönhető, hogy egy holdi nap egy kicsivel hosszabb a földi hónapnál, ezért ahhoz, hogy a nap két delelési idejéből elérje a másodikat, plusz fordulatot kell megtennie, ami nagyjából 30 napot vesz igénybe. Ebből kifolyólag a Holdon kereken 15-15 nap a nappalok és éjszakák váltakozása. Felszínét tekintve elmondható róla, hogy a felszínt borító tengerek és szárazföldek közetanyaga eltér egymástól, vagyis előbbieket bazaltos jellegű feltöltődések, utóbbiakat pedig a Hold kéregre utaló anortozitos területek jellemzik. Kutatások alátámasztják ugyanakkor azt is, hogy ez a két állomány világos eltérés mutat, mivel az anortozitok alacsony, míg a bazaltos anyag igen magas vastartalommal rendelkezik. Ennek az az oka, hogy a Holdon talált kőzetek bázikus jellegűek, és így a szilícium-dioxidos összetétel aránya jóval 50% alatt marad. Ásványtani szempontból elmondható róla, hogy többféle ásványi összetételű kőzet található rajta, melyek főként piroxén, olivin és plagioklász földpátot tartalmaznak. Gyakori megjelenési formájuk még a breccsa, mely tömör, kristályos szerkezetű, szabálytalan kőzetdarabokból tevődik össze. Azonban az itt található kőzetanyagok a mechanikai aprózódás, a napszél, a kozmikus sugárzás és a meteor becsapódások miatt laza szerkezetű, törmelékes anyaggá, vagy földrajzi fogalom meghatározással élve regolittá változtak. A regolit felső rétege az úgynevezett holdpor, mely finom szemcsés, néhány deciméter vastagságú réteget képez a felszínen. Morfológiailag elmondható a Holdról, hogy az imént említett kőzetösszetétel kapcsán két szint különíthető el felszínén, amelyekhez mérten a Föld felé mutatott oldalának mintegy 70%-át a világosabb terrák foglalják el, azonban találhatók még rajta ezen kívül tengerek és kráterképződmények is. A márék azonban valójában óriási becsapódások következményei, melyek annyira erősek voltak, hogy gyakorlatilag a meteorbecsapódás beszakította a kérgét, és ennek köszönhetően bazaltos lávaömlés következett be, ezzel feltöltve a becsapódás helyét. Ennek köszönheti a máig egyenletesnek mondható felszínét.
Ezzel ellentétben kráterei majdhogy nem jelentéktelenek, mivel a közel 200 km átmérőjűtől egészen a mikroszkopikusig mindenféle nagyságot képviselnek. Ezeket a képződményeket is meteoritok becsapódása hozta létre, azonban mivel esetükben nem történt kéregátszakítás a becsapódás helyén, itt anortozitos anyag található. Krátereit közelebbről megvizsgálva azt a megállapítást tehetjük, hogy a nagyobb, 40 km átmérőjű becsapódások fala teraszos, külső sáncfaluknál egy vagy több hegycsúccsal, amelyeket szintén a nagy erősségű bombázás alakított ki. Ugyancsak becsapódásos eredetű szerkezeti egységeinek tekinthetők a nagyobb kráterektől kiinduló és a közbelső formációkon áthaladó több száz kilométer hosszúságú sugaras fénylővonalak rendszerei is. Ezek a képződmények leginkább csak magas napállásnál és az égitestről készült nagy felbontású felvételeken figyelhetők meg, azonban valójában nem lineáris szerkezetűek, hiszen milliónyi apró kráter alkotja őket. Közös jellemvonásuk, hogy valószínűleg másodlagos kráterképződményként keletkeztek a központi kráter létrejöttekor. S végül, de nem utolsó sorban, megemlítendők még a Hold esetében a talasszoidok is, amelyek 200-550 kilométerig terjedő átmérővel rendelkező medence nagyságú mélyedések, melyek a Földdel ellenkező oldalát borítják. Túloldali meglétüket nagy valószínűséggel az a tény támasztja alá, hogy a bolygónk felé sosem mutatott oldalán sokkal vastagabb a holdkéreg, mint a látható oldalán, ezért egyrészt nem tudták átszakítani azt a nagyobb erejű becsapódások, másrészt a bazaltborítású holdtengerek sem alakulhattak ki rajta emiatt. Amint ezt földrajzi tanulmányaink során tanulhattuk, bizony a Hold valójában nem rendelkezik saját fénnyel, így felszíne mindig a napfényét veri vissza. Mivel már kitértünk arra is előzőleg, hogy tengelyforgása kötött, ezért majdnem mindig azt a felét láthatjuk, amelyet a nap megvilágít. Ennek megfelelően kapta elnevezéseit is. Új Hold, első negyed, holdtölte és utolsó negyed. A holdfázisok első, kezdeti állapota az új hold, amely esetben az égitest nem látszik az égbolton. Ennek az oka az, hogy egyrészt nagyon közel helyezkedik el ilyenkor a naphoz, másrészt ellenkező oldalát világítja meg a hatalmas csillag, így felénk mutatott része árnyékban van. Nagyjából egy hét alatt éri el következő fázisát, amikor a naptól számított távolsága pontosan 90%-ot ér el, és féltányérja válik láthatóvá. Ha ez a jelenség növekvő holdkor következik be első, ha csökkenő holdnál utolsó negyedről beszélhetünk. Abban az esetben, ha a nap a Föld felé mutatott teljes korongot megvilágítja, holdtölte jelenségét tapasztalhatjuk. Érdekességképp még megjegyezhető, hogy az égitest új hold felé eső fázisában, amikor a fokozatosan növekedő holdkorong csak egy keskeny sarlót mutat, nagyon halványan láthatóvá válik a teljes holdtányér. Ennek oka, hogy a Föld által a rávetített úgynevezett hamuszürke fényt láthatjuk, amelyet az égitest által visszavert napfény okoz. Ezt a jelenséget régebben felhasználták bolygónk fényességének meghatározására, viszont leszögezendő tény, hogy ez esetben az így látható holdalak fényessége a Sirius csillag albedóját is képes meghaladni. Mindezeket összevetve kiderülhet számunkra, hogy a holdciklusok periodikusan 29,5 napos időközönként változnak, amelyek végső soron a Föld körüli keringése során a naphoz viszonyított helyzetéből adódnak.
Remélem érdekesnek találtad ezt a videót. Ha igen, ne felejts el lájkot nyomni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhess a legújabb tartalmakról. Találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok!